Most a Zebegényi Hajózás Történeti Múzeumban vagyunk. Én Farkas Judit vagyok, és jelenlegi tulajdonosa és igazgatója ennek a múzeumnak, amit édesapám Farkas Vince hajós kapitány hozott létre 33 évvel ezelőtt. A világ minden tájáról gyűjtögetett, mert ő be akarta mutatni, hogy milyen helyeken jártak a magyar tengerészek, illetve hogy közben milyen kultúrákkal ismerkedhettek meg. Ettől nagyon sokrétű ez a múzeum. Természetesen sok mindent nem tudott elhozni eredetiben, ezért ő képekről, rajzokról itthon elkészítette, például az indián totemoszlopokat, a hajóor figurákat és gyönyörű történelmi vitorláshajókat is készített. Amikor ő megnyitotta ezt a múzeumot, rögtön nagyon sikeres lett, özönlöttek a látogatók, és a mai napon is tulajdonképpen csodának számít, egy harmadik osztályos kislány összecsapta a két kezét, és azt mondta, hogy ez egy csoda ország. Azóta én is annak nevezem, és folyamatosan gyűlik az anyag, annyi anyag gyűlt össze, hogy jelenleg ez az ország legnagyobb hajózási gyűjteménye, de itt a múzeum területén csak a negyed része látható, sajnos az is zsúfolva. Édesapám megépítette a hajózás történetét egészen fatörstől a napjainkig, és hát ennek a múzeumnak az ékessége az ő általa készített 56 ágyos brandenburgi fregathajó, amit 40 hónapon keresztül készített. Minden egyes darabját saját kezűleg faragta hozzá, és kívül belül ugyanolyan, mint az eredeti hajó, csak 33-szor kisebb. 75 millió forint jelenleg az eszmei értéke, ennyire világszintű precizitással készült, és hát természetesen díjat is nyert, amikor zsűrizték a hajót. Azon kívül rengeteg olyan hajómodell van még itt a kiállítás anyagában, amit ő készített, mindegyik tervrajz alapján készült, és ugyanolyan precizitással. Hát természetesen közben kapjuk a különböző hagyatékokból is az anyagot, úgyhogy azt hiszem, hogy azon kívül, hogy az ország legnagyobb hajózási gyűjteményét őrzöm, azon kívül a makett gyűjtemény is az országban a legnagyobb. Ha a műszergyűjteményünket kiemelem önállóan, akkor Európa szinten is egyedülállónak tűnik. Hát én nagyon bízom abban, hogy hamarosan egy új helyre tudunk költözni, hiszen édesapám egy olyan alapot hozott létre, amiből Magyarország is profitálhat. Magyarországnak nincs ilyen múzeuma, és nagyon fontosnak tartom, hogy az utókor megismerje azt, hogy milyen komoly magyar hajózási történelmi múltunk van, hiszen valamikor még Trianon előtt a tengeri nagyhatalmak közé tartoztunk. A kiállítás anyaga magában foglalja a történelmet, a földrajzot, a néprajzot, az ipar és technika történetét, a biológiát, tehát ez egy olyan alap lehet arra, hogy világszintű múzeumot lehet építeni, amire Magyarország is büszke lehet. És én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell ismertetni az utókorral azokat a tengerészeket is, akik igazán kiváló szakemberek voltak ebben a témában.